Egy vállalkozás teljes munkáját lopták szét a számozott utcákban, mintegy 10 éve be is csődölt emiatt. Ma már javult a közbiztonság a területen, a 7. utcában folytatódott ma a nyomortelep felszámolási program. Szinte magától omlik össze a fal, olyan romos állapotban volt ez a ház. Ezúttal újra a számozott utcákban bontottak. Most a 7. utcában dolgoztak a nyomortelep felszámolásban résztvevő bontógépek. Nyomortelep felszámolás mindenféleképpen egy nagyon jó ötlete volt a polgármester úrnak, illetve hát egy önkormányzati rendelet is ez. Vince István egy szomszédos ingatlanban vezetett vállalkozást, de csak nem 10 évvel ezelőtt abba kellett hagynia, mert folyamatosak voltak a betörések. Villanymotor tekercseléssel foglalkoztak, aminek rész az alapja. Szinte mindenét ellopták, több 10 millió forintot veszített el. 10 ember dolgozott a telepen, ők a munkájukat vesztették el. Most az utóbbi 7-8 évben viszont nagyon sokat javult a közbiztonság, de mi már a tevékenységet továbbit nem tudtuk folytatni, elvesztettük a megrendelőinket, és emiatt nem tudtunk tovább dolgozni. Elmondta, hogy a nyomortelepek megszüntetésével javult a helyzet, de nem fiatal már, hogy újra beindítsa a vállalkozását. A számozott utcákban nem először bontottak. A számozott utcák az mindig is egy neuralgikus pontja volt Miskolc nyomortelep felszámolási programnak. Gyakorlatilag folyamatosan haladunk a terveknek és a programoknak a végrehajtásával. Most éppen a 7. utcában vagyunk, ami már gyakorlatilag egy üres ingatlan, és az ingatlan lecsupaszításával és üresítésével csatlakozunk ahhoz a részéhez a programnak, hogy új nyitott tereket szeretnénk kialakítani. A felszámolási programnak nem csak a közbiztonság szempontjából van fontos szerepe. Az elbontott épületek helyén parkosítanak, vagy akár közintézményt is építhetnek.